Szeretném veletek megosztani a gyógyulásom történetét. 71. születésnapom legnagyobb ajándéka az volt, hogy Anamérrel rátaláltam a Facebookon, és amikor elmondta a történetét, akkor azt mondtam, hogy ezzel fogok én is meggyógyulni. Akkor egy csípőprisztézis műtétet kellett volna csinálni méghozzá nagyon gyorsan, iszonyú fájdalmaim voltak, fél évig ülni, állni nem tudtam, és akkor elkezdtem csinálni a 21 napos gyakorlatot, és amikor ezt otthon végigcsináltam, akkor bejelentkeztem egyéni órára. Aztán jártam közös órára, aztán megint egyénire. Na most annyit elmondok, hogy nagyon nagy fájdalmaim voltak, és ahogy csináltam a gyakorlatokat, még nagyobbak voltak. Tehát éreztem, hogy az energia áramlott. Volt olyan egy nap, a 21. nap után, amikor egész nap hánytam, hasmenésem volt, folyamatosan remegtem, folyamatosan szédültem, és olyan félelmeim voltak, de én tudtam, hogy ezek a félelmek a tisztulási tünetektől vannak. Nem volt senki, nem is lett volna, aki megállíthatott volna a mai napig se. Én életem végéig ezeket a gyakorlatokat csinálni fogom, mert egy évvel ezelőtt aztán azt vettem észre, hogy mindig máshol, máshogy változik a lábamba a fájdalom. De még egy évvel ezelőtt sem tudtam volna elképzelni azt, hogy én leszek olyan állapotban, annak dacára, hogy igen nagy hitem volt ebbe az egészbe, hogy el tudok repülni a fiamékhoz Ausztráliába, ami egy 20 órás repülőút és egy 7 órás tranzitvárakozás. Na most május 11-én mégis felültem arra a csodálatos repülőre, hogy 6 év után találkoztam az unokáival. És úgy képzeljétek el, hogy ott is végig a CD-ket hallgattam, a gyakorlatokat csináltam, és hihetetlenül még mindig nagyon-nagyon sokat változott az állapotom, és hát valami csodákat éltem ott meg a családommal. És hát én azt mondom, hogy soha, de soha én ezt abban nem hagyom, mert energikusabb is lettem. Volt egy aortabillentyű szívműtétem, azt is érzem, hogy sokat javult olyannyira, hogy azt nem mondom, hogy marékszámra szedtem a vérnyomáscsökkentőt, de bizony naponta több vérnyomáscsökkentőt szedtem, és 5 hónapja egyetlen egyszer vérnyomáscsökkentőt nem kell bevennem, viszont szuper jól érzem magam, nagyon boldog vagyok, és végtelenül hálás vagyok Anaménak minden nap, amikor a gyakorlatot csinálom, elmondom neki, hogy mekkora hála van a szívemben, hogy ő ezt átadja nekünk, és általa tudunk gyógyulni. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm neki, és tényleg csak hálás tudok lenni. Szuperul érzem magam, úgyhogy boldog vagyok.